Köszöntöm nézőinket, Önök a Cikádor magazint látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Folyik a Kálvária kápolna felújítása. Lakossági fórum Lajvéron és Kövesden. Lezajlott az ifjúsági tűzoltó verseny második fordulója. Kihirdették a Földnapja rajzpályázat nyerteseit. Kevesebb résztvevő és vidám hangulat a Bátaszéki Triatlon Fesztiválon. Lassan az enyészeté lett volna Bátaszék egyedülálló egyházi műemléki épülete, a Kálvária kápolna. A magyar kormány támogatásának köszönhetően azonban megkezdődhetett a rekonstrukció. Még csak az első lépések történtek meg a beruházásban, de már a további hasznosítási lehetőségekről is tárgyalnak az érintettek. A város vezetés minden lehetséges eszközzel részt vállal az újjáépítésben. Az út a Kálváriának az eredeti szintjét látjuk, hogy majd egy másfél méterre mélyebben volt. Ami most ajtónak látszik, az valamikor egy kis ablak volt. Ami mögött a megkötözött kezű Jézus szobrát látjuk, azt a szimbolizálja ugye a nagycsütörtök az éjszakáját, amikor Jézust megostorozzák, ugye az olajfák kertjébe elfogják és elviszik a főpap udvarába, majd Pilátushoz, és ez az oszlop tövében áll Krisztus, a megkötözött, akit ugye megostoroztak a katonák. Kálvária kápolna bár egyik jellegzetessége Bátaszéknek, mégis olyan állapotba került, hogy nem lehetett tovább várni a felújítással. Építészeti szempontból is különleges, hiszen azon kevés kálváriák közé tartozik, mely síkvidékre épült. Pedig van olyan települése az országnak, ahol külön dombot építettek egy kálváriának. A felújítás első fázisába tart a rekonstrukció, most derülnek ki olyan építészeti problémák is, melyek a jövőre nézve még feladatokat jelentenek. Tehát, hogy láthatjuk azt, hogy mielőtt a Kálvária felújítása teljes egészében megtörténjen, az arra volt szükség, hogy a vakolatokat, ahol kívánkozott, teljes egészében le kellett verni, hogy majd vízteleníteni tudják az épületet. Amikor ez megtörtént, hogy a vakolatot leverték, kiderült számunkra, hogy a baloldal, ha szembeállunk a Kálváriával, a baloldali részen a följáró lépcsőnél egy nagyon súlyos probléma került elénk. Életveszélyes az egész följáró, amit majd most vissza kell bontani, és teljes egészében újra kell építeni. A lépcsőket is kibontják, mégpedig azért, hogy az alatta lévő földet teljes egészében kitermelik, hogy levegőssé tudjon válni a lépcső följáró, és ezáltal a Kálvária se vonja magához annyira a nedvességet, mint ahogy eddig tette. Az első fázisok történnek most, ugye a víztelenítés, a vakolatleverés, majd visszavakolják egy ilyen olyan vakoló anyaggal, ami a vizet majd elszívja a faltól. Most egy jó ideig az első fázis lesz látható a híveknek is, amikor majd elkészül. Igazából szemre még nem a megújult teljes Kálváriát látjuk, hanem az történik, hogy technikailag az épület stabillá tudjon lenni. A lehetőségekhez képest a város minden segítséget megad az egyháznak arra, hogy ezt az épületet a jövő számára is megőrizze, a műemléket rendben tudja tartani. Eljött az a pillanat, ami már nem volt halasztható, és egy teljes átfogó felújításra van szükség. Köszönetet szeretnénk itt is mondani Puskás Imre képviselő úrnak, akinek a közbenjárására az egyház 20 millió forint támogatásban részesült, és ebből tudott megkezdődni ez a munkálat. És ahogy plébános is elmondta, továbbiakban is együtt fogunk azon gondolkodni, hogy hogyan lehet többletforrásokat, illetve további forrásokat megszerezni annak érdekében, hogy kompletten, teljes egészében fel lehessen újítani ezt a ritka építészeti elemet, ami itt Bátaszéken található.
Úgy tudom, hogy magánszemélyek is próbálják segíteni ezt a beruházást, hiszen a Kálvária közvetlen közelébe egy magánszemély is területet ajánlott fel, hogy lehessen bővíteni magát a területét, a Kálvária kápolnának a területét, és a város pedig abban próbál majd segítséget adni, hogyha a beruházás teljes egészében elkészül, a földmunkákat, illetve a területről való vízelvezetést azt a város saját költségén fogja majd biztosítani, hogy komplett módon gyakorlatilag birtokba lehessen venni ezt a igen ritka egyházi létesítményt. Azon túl, hogy a nagybőjti időben tudjuk használni keresztúti ájtatosságokra, azt gondolom, hogy a terület, hogyha megbővül, akkor más célokra is tudjuk használni, például családi rendezvényekre is alkalmas lesz a Kálvária környéke és a kertje. Jelenleg arról is folynak tárgyalások, hogy a terület megnyitása után olyan kulturális tér alakulhatnak ki a kápolna környékén, mely lehetőséget biztosítana egyházi jellegű koncertek, szabadtéri előadások lebonyolítására. Jelenleg tervezési szakaszban van egy olyan jótékonysági koncert megszervezése is a nyár végén vagy a kora ősz folyamán, amelynek bevétele hozzájárulhatna a bátaszéki Kálvária kápolna beruházásához. Minden esztendőben személyes találkozókon vitatják meg Bátaszék külső területeinek mindennapi gondjait a helyiek és a város polgármestere. A lakossági fórumok az elmúlt évekhez képest kevesebb örömhírt hoztak a településrész lakóinak, ugyanis a költségvetés nem ad lehetőséget idén a jelentősebb fejlesztésekre. Lajvörös kövesd Bátaszék két perem kerülete. Az itt élőknek meg kell küzdeniük számos olyan problémával is, amelyet egy belvárosban élő szinte nem is ismer, és ami jelentősen megnehezíti a mindennapjaikat. Az éves lakossági fórumok alkalmával a helyiek elmondhatják kérdéseiket, észrevételeiket arról, milyen fejlesztésekre, változtatásokra volna szükség annak érdekében, hogy nőjön a komfortérzetük. Érdekes, hogy két település rész, kétfajta probléma és kétfajta hozzáállás a problémáknak a megoldásához. Lajvéron sokkal nyugodtabban és higgadtabban tudtuk értékelni a településnek a helyzetét. Azt gondolom, hogy egy rendezettebb és nyugodtabb település része településnek Lajvér. Itt el kellett mondjuk, hogy sajnos itt sincs arra lehetőségünk, hogy idén jelentősebb fejlesztéseket végrehajtsunk, hanem alapvetően a településrész gondozása és karbantartása lesz a fő feladat. Illetve tájékoztattuk a településrész lakosságát, hogy TOP plusz pályázaton belül néhány útszakasznak a felújítására megpróbálunk forrás szerezni. Ugye a Nyéki-Egyi út, illetve a Pince-Sori út újulhatna meg, mint egy 100-100 folyométer hozban. Teljesen más hangulatú volt a lakossági fórum Kövesden, ott egy kicsit izzott a levegő, hiszen ott azért sokkal több problémával szembesülnek az ott lakók. Alapvetően azt gondolom, hogy ezek a problémák előidézője nem az önkormányzat, hanem azok az ott tevékenykedő vállalkozások, illetve a településen átjáró mezőgazdasági járművek, akik ilyen jelentős porza és rezgés hatásnak teszik ki a települést, és hát ezt nehezen tűrik a kövesdiek joggal. A helyzet feszültségét úgy próbálja oldani az önkormányzat, hogy letakarítatja a poros és úszadékos útszakaszokat. Nem kell megjavítani, a házak csak mi szívja föl, a házak szívják a katasztrófát. Meg kell nézni, mikor nagy eső van, hogy hol áll meg a víz, és ott kell a lefolyót csinálni, mert a víznek nem lehet megmondani, hogy itt hol jár. Elmegy egymás mellett, az egész házba van terítve. Ennyire égető a kövesdi vízelvezetés problémájának kezelése. Megnézzük, hogy hol vannak a mély pontok ezeken az útszakaszokon, mert teljes útfelújításra sajnos nincs lehetőség, és megpróbáljuk a vizet levezetni több ponton erről az útszakaszról annak érdekében, hogy ezek a sárfoltok ne tudjanak kialakulni ezen a szakaszon. Átereszeket fogunk kitisztítani, burkoltárkokat fogunk kitisztítani az elkövetkezendő hetekben, és a település egyik legnagyobb problémáját, a főutcáról lemenő fő vízlevezetőt is rendbe fogjuk tenni itt legkésőbb a nyár végéig, hogy a főgyűjtőn minél gyorsabban le tudjon szaladni az a csapadék, ami megjelenik adott esetben Kövesd tekintetében. Az idei találkozók nem voltak olyan vidámak, mint az elmúlt években megszokták. Akkor kéréseik nyitott fülekre találtak, a költségvetésben voltak tartalékok, idén azonban ennél nehezebb a helyzet.
Még a korábbi években a költségvetésen belül volt egy biztos pont, nevezetesen 2,5 millió forintos forrás, amiből többek között ezeken a fórumokon felvetődött problémákra forrást tudtunk biztosítani, és megoldást is ezeknek a kérdéseknek a kezelésére. Idén ugye erre nincs lehetőség. Idén csak azt lehet mondani, hogy általános település üzemeltetési feladatok lesznek. Öröm az ülömben, hogy a Kövesdi bekötő út, amely az egyetlen kapcsolat a településnek a külvilággal, az idei esztendőben megújulhat. A horvát képviselő úr kezdeményezésére a kormány támogatást adott a Kövesdi bekötő útnak az elkészítésére. Ennek a közbeszerzési eljárása az itt május végén el fog indulni. Reményeink szerint nyár végére az, amint egy 450 méter hosszú szakasz meg is tud újulni, aminek a műszaki állapota valóban hagy némi kívánnivalót maga után. Fontos is, hogy megújuljon, hiszen ez gyakorlatilag ez egyetlen egy beközlekedés lehetőség Kövesdre, és ráadásul helyi tömegközlekedési útvonal is ezen halad. Az anyagi forrásokhoz igazodva került a műszaki tartalom meghatározása, tehát ezt a kettőséget kellett valahogy megoldani, de azt gondolom, hogy sokkal jobb körülmények közé kerül majd a közlekedési helyzet, és megoldódik gyakorlatilag a csapadékvíznek a levezetése is ezen a kritikus szakaszon. Ha minden a terveknek megfelelően halad, a tél beállta előtt már a jelenleginél lényegesen jobb körülmények között közlekedhetnek a kövesdiek, és további vízelvezetők épülhetnek Lajvéron. Lezajlott az ifjúsági CTIF tűzoltó verseny második fordulója, melyet a bátaszéki Vice János városi sportpályán rendeztek meg. Az országos versenyen 3 egyesület csapott össze. Egy dolgot nem lehet így megkerülni. Ezt úgy tekintsétek, mintha itt egy ilyen magas kapu lenne. Szoktuk mondani, mint a rögbinél a pálya, vagy a kapu rész, hogy ott oldalt senki nem mehet. Mindenkinek középen kell menni. Ugye a kezek, lábak azért oldalt kiléphetnek, vagy kilóghatnak, ha valaki éppen úgy veszi a lábát, de alapvetően ugye a kettő között kell mindenkinek átmenni. A verseny szabályait magyarázza a bíró a gyerekeknek, ugyanis Bátaszéken került megrendezésre a Melinda Kupa ifjúsági tűzoltó verseny második fordulója, ahol 3 csapat mérte össze tudását. Ez egy versenysorozat, amiben mi bele szálltunk. Kovács Tibiéknek a találmánya volt ez Letenyéről. Ők az eszmei szerzői a Melinda Kupának, és ez a Melinda Kupa második fordulója. Próbálunk minél szélesebb körbe, vagy próbáljuk minél szélesebb körbe reklámozni ezt a kupát. Minél több csapat jöjjön el. Így került most ide Új-Petréről egy csapat Baranya megyéből. Őnekik ez a második forduló, az első fordulójuk. Nagyon örülünk nekik, hogy jöttek. Szeretnénk, hogyha ez még bővülne majd a későbbiekben. A Melinda Kupa az azért jött létre, hogy minél többet tudjunk verseny körülmények között gyakorolni, mert az, hogy most évente egyszer elmegyünk egy megyei tűzoltó versenyre, onnan 2 évente van egy olyan lehetőségünk, hogy tovább jussunk egy országosra, tehát nem tudsz gyerekeket motiválni úgy, hogy most majd elmegyünk a megyei versenyre, egy versenyre, és akkor most már 3 hónapja készülünk rá. Ez egyik. A másik az, hogy így van benne egy kis utazás, egy kicsit megismerjük a másikat, az ellenfeleket, egy kicsit lehet barátkozni, egy kicsit az ő pályájukon lehet szerelni, tehát mindig más, egy kicsit mindig más a dolog, egy kicsit mindig új. És akkor talán egy megyei versenyen, egy országos versenyen már attól, hogy új helyen vagyunk, már nem ijednek meg úgy a gyerekek. Egy kis csapat össze kovácsolás, tehát nagyon sok mindenre jó ez a verseny. Lesz egy szerelés, aminek a pályáját itt lehet mögöttem látni, és lesz egy stafétakörbe a 400-as pályán, egy stafétafutás. 9 főből áll egy csapat, plusz egy tartalék van általában a csapatoknál, most vagy van, vagy nincs.
de úgy lett kitalálva a Melinda kupa, hogyha véletlenül hiányos csapattal érkezik az ember, az se probléma, mert a másik csapat kipótolja, és ezzel így tud pontot lopni. Úgyhogy nagyon-nagyon jó ki lett találva ez. Több hónapi készülődés, iszonyatos fegyelem, tehát a pályán egy pisszenés sem lehet. Egy beszédet meghallanak a bírók, az 10 másodpercet jelent a csapatoknak. Nagyon-nagyon sok mindenben lehet hibázni, pont ez benne a lényeg, hogy nagyon-nagyon be kell gyakorolni azt, hogy gyorsak, pontosak és fegyelmezettek legyenek, és akkor, hogyha ez minden megvan, akkor flottul megy a dolog, és akkor tudunk csinálni egy percen belül szerelést, és az már nekünk jó, tehát az már egy szép idő. A Cikádor Főnix Egyesület csaknem 3 éve jött létre. Elsősorban az ifjúság nevelést tűzték ki célul. Mindenki, aki gyerekként kedvet érez ahhoz, hogy valami ilyesmit csináljon, nem csak ez, tehát mi nekünk igazából életmentéssel kapcsolatos oktatások is a palettán vannak, kötéltechnikás mentések, tűzoltós dolgok, tehát én is 27 évet voltam tűzoltó, most ipari alpinistaként dolgozom, tehát ezeket a dolgokat mind-mind belevisszük ebbe az egyesületbe, a gyerekeknek az oktatásába, vannak mentős kollégák, akik az életmentésről, első segélynyújtásról tartanak oktatásokat, kötözések, mit tudom, nagyon sok minden benne van. És mellette a versenyzés. Összesen 61 rajz közül kellett kiválasztania a zsűrinek azokat az alkotásokat, amiknek az elkészítőit elismerésben részesítették. A Bátaszéki Gondozási Központ idén első alkalommal hirdette meg a rajzpályázatát. Második lett Nagy Bettina. A Földnapja alkalmából meghirdetett rajzpályázatnak a nyertesei vették át az elismeréseket a Bátaszéki Gondozási Központban megtartott ünnepségen. Az ovisoknak és az általános iskolásoknak szóló versennyel az volt a célja a szervezőknek, hogy a rajzokon keresztül a gyerekek bemutathassák, hogy hogyan lehetne megóvni a bolygónkat, hogy minél tovább élhető helye legyen az emberiségnek. Regina segített nekem, ezért lett olyan szép a Föld. Rajzom a nyár, a tél, az ősz meg a tavasz. A gondozási központnak ez volt az első ilyen jellegű kezdeményezése. Április 22-én volt a Földnapja, és ennek ürügyén egy földnapjás rajzpályázatot hirdettünk. 3 kategóriában voltak a legkisebbek, az ovisok, az alsós, illetve a felsősök. Többnyire bátaszéki gyerekektől kaptuk a pályázatokat, a pályaműveket, azonban voltak pörbölyek is. Úgyhogy aki látta felhívásunkat, beadhatott rajzot. 61 darab pályázat érkezett be a meghirdetett versenyre, amiket egy 3 főből álló szakmai zsűri bírált el. De nagyon-nagyon szép és színes rajzok érkeztek, különböző technikával, láper 4-es méretben, úgyhogy nagyon ügyesek voltak mind az ovisok, mind a 3 kategóriában lévők. Mindegyik kategóriában van egy első, egy második és egy harmadik helyezett, és vannak külön díjasaink egy-egy-egy, és hát különböző írószereket kapnak, illetve édesség. A gondozási központ hagyományteremtő szándékkal hirdette meg a versenyt, a jövőben különböző témákban folytatni szeretnék a megkezdett tradíciót. 15 éve indult útjára a Bátaszéki Triatlon Fesztivál, és az indulók között ma már biztosan van olyan, aki az elsőben még gyerekként, ma már szülőként áll a rajtkőre. Családok, baráti társaságok szerveződnek ilyenkor csapattá, hogy megküzdjenek a kihívással. Idén bár a szokottnál kevesebben vettek részt a versenyen, az, aki eljött, egészen biztosan jó élményekkel távozott. A Bátaszéki Triatlon Fesztivál olyan rendezvény a városnak, mely éveken át megmozgatta a sportbarátokat az óvodásoktól az idősebb korig. Családok, baráti társaságok álltak csatasorba, hogy bebizonyítsák rátermettségüket és erőnlétüket. De ha nem veszük a helyzetet ennyire komolyan, akkor csak azért, hogy egy kellemes napot töltsenek el az egészséges életmód jegyében. 15 év telt el az első sportrendezvény megszervezése óta, de az ismert okok miatt az idei a 13. fesztivál volt.
Küzdelemben nem volt hiány. Volt, aki csak önmagáért, volt, aki barátai sikeréért is, és volt, aki a családért is úszott, kerékpározott, vagy éppen futott. Jó érzés, hogy ennyi kis gyereket látok óvodástól kezdve általános iskolás. Főleg én azért csinálom ezt, hogy ők kedveljék meg a sportot, nem is a triatlont, hanem az úszás, kerékpározás, futást. És akkor majd egészséges emberek lesznek. Én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek a mozgás igénye van meg, a versenyzés igénye van meg, ők azért csinálják. Talán most tudják meg először mai nap, hogy mi az a triatlon. Legtöbben ma találkoznak először ebben a névvel is. A város lakói magukéknek érzik a versenyt, ami nagy segítség a rendezésben és a lebonyolításban, melyből az idei esztendőben a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Is jelentősen kivette a részét. És bár a hangulatra nem lehetett panaszt, a résztvevők száma jelezte, valami megváltozott a világban, ez alatt téren is, és idő kell majd ahhoz, míg újra zsúfolt lesz a Tanuszada környéke. Szerintem a felnőtteknél lesznek kevesebben, tehát ott valószínűleg a Covid miatt más versenyeken is, tehát a futóversenyeken is mindenhol kevesebb az indulók létszáma. Nem baj, fő az, hogy óvodások, általános iskolások, családok jó kedvel csinálják ezt a sportot. Nem csak ma, hanem már kérdeztem tőlük, hogy tudják a pályát, tehát ők előző napokban bejárták. De többsége nem úgy jött ide ma, hogy elindult ezen a megméretésen, hanem előttem edzettek, egymást apuka a gyereket, a gyerek az apukát, vagy az anyukát noszogatta, hogy edzünk együtt, hogy minél jobbak legyünk. És ha már a csapatoknál tartunk, az idei fesztivál abszolút győztese ebben a kategóriában a Bozsodik család volt. A fiúk kemény pressziót gyakoroltak a családra az indulás érdekében. Elég nehéz volt, mert az utóbbi egy-két évben nem sikerült edzenem, de hát nem volt kiút, mert hát megkövetelték, hogy a családnak indulni kell ebbe a váltóba. Most úgy néztük meg, hogy körülbelül a hetedik alkalom, hogy így a család együtt indul a családi váltóban. Nyilván különböző korosztályi sávokban, de hát most, hogy az ember egyre fiatalodik, úgy megy előre a sávban is. Benne volt az ő életükben is mindig a sport, úgyhogy annyira nem ütközött nagy nehézségekbe, de azért mégiscsak úgy, hogy nem vagyok itthon a hét közepén, ugye máshol tanulok, úgy azért nehéz ráhatással lenni a szülőkre is. Mindig próbálom forszírozni őket. A forszírozásnak pedig az lett az eredménye, hogy a család hazavihette a legjobb eredményt elérő családi váltó fődíját is. Akik eljöttek, egészen biztosan jó érzéssel távoztak, hiszen ennek a napnak a lényege az együttlét. Néhány gyereknek a jó érzése is meglehetett, hogy sikeresen megmozgatta a családja egészét, együtt készülhetett a megméretértésre apukával, anyukával, közösen készíthettek stratégiát a győzelem vagy csak a jó szereplés érdekében. A Bátaszékért Triatlon Fesztiválnak, mondja a díjakat átadó Bozsodik Róbert polgármester, a legnagyobb ereje a mozgás és a sport szeretetének népszerűsítése mellett a közösség építésében van. És talán ez a siker kulcsa is. Ezért jönnek vissza azok, akik minden évben rajthoz állnak, és talán ők lesznek azok, akik a most távol maradókat a jövőben részvételre tudják majd bírni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!